Egészségsétával indult a nap szombaton Mátészalkán a Richter Egészségváros rendezvényén. Több száz helyi vonult fel a kezdésre, a nap folyamán pedig egyre többen érkeztek a szűrővizsgálatokra, előadásokra. Nagyon jó dolognak tartom ezt az egész rendezvényt, és ez a kezdeményezés nagyon jó, színesek a programok, minden korosztály talál magának megfelelő szűrőstandot, szűrőállomást. Én is részt vettem többek között egy vércukorszint mérésen. Magas vérnyomásos vagyok, meg nehéz bejutni a vizsgálatokra, amúgy időpontot kell kérni mindenhol. Ezen még amúgy nem is voltam életemben soha ezen a milyen vizsgálaton, érszükületen, és nagyon hasznos, hogy most megtudtam, hogy nincs érszükületem. Nem mindenki volt ilyen szerencsés. Ennél a standnál például kiugróan magas, 28 vagy 36 millimol per literes vércukor értékeket is mértek. A szűrővizsgálatokkal, tanácsadásokkal nem csak saját egészségükért tehettek a látogatók, hanem a részvétellel, a programokon való aktivitással pontokat szereztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház Mátészalkai intézményének. A helyiek kitettek magukért. Az egészségváros történetének legtöbb pontját gyűjtötték össze. Mátészalka büszke lehet magára, a lakossági összefogásnak az ereje az rendkívül erős volt és hatékony volt. Ez adományösszegben is megmutatkozik, hiszen a nap végén a Richter a Mátészalkai Kórház számára több mint 19 millió forintot tudott átadni. A siker titka a mátészalkai polgármester szerint a helyiek összetartásában rejlik. Mátészalka legnagyobb sikere az a közösségeiben rejlik. És mielőtt azt gondolná bárki is, hogy ezek csak ilyen üres politikai szólamok, ilyen frázisok, az jöjjön ide közénk. Nézze meg a mi kulturális életünket, nézze meg a vendégszeretetünket. A mai nap folyamán amerikai vendégekkel találkoztam Knoxville városából, akik elmondták, hogy hihetetlenül jól érzik magukat. Itt a második napjuk a városban, gyakorlatilag Magyarországon is az első napjaikat töltik, de valami hihetetlen az a szeretet, az a fény, amit az emberek szívéből és a lelkéből árad. Nem hiába vagyunk mi a fényvárosa. Aki ide betér hozzánk, akkor biztos vagyok benne, hogy ezt megérzi. Az összegyűlt pontokat a cég forintosítja, melyből az előzetes tervek szerint ultrahanggépet vásárol a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház Mátészalkai intézménye. Számunkra ez egy nagy öröm, ez megerősít minket abban, mint a nagy integrált intézmény vezetőit, hogy ezen az úton kell menjünk tovább, és a fejlesztéseket, amiben gondolkoztunk, folytatni kell. Ugye ez az összeg, amit egy ultrahangra gyűjtöttünk, bőven lehetőséget ad számunkra egy ultrahang megvételére, sőt, még lehet egy picit tudunk majd még másban is gondolkozni, de számomra az összegen felül tényleg ez a nap az összetartozást jelentette, illetve azt, hogy remélem úgy mentek ma sokan innen haza, hogy ezen a nap után még többet fognak törődni az egészségükkel, a megelőzéssel, és ez a legfontosabb hozadéka talán ennek a napnak. A Richter Egészségváros programsorozatot eddig 97 helyszínen rendezték meg az országban. A cég minden városban egy alapadományt biztosít, ezt egészítik ki a helyiek a részvételért szerzett pontokkal. Az elmúlt 14 évben a gyógyszergyártó a lakosság segítségével közel 565 millió forint támogatást nyújtott az egészségügyi intézmények számára.